Köszönjük a jelentést. Jó lenne egyszer egy ugyanilyen részletes elemzést olvasni az Európai Bizottság és az Európai Bíróság működéséről is, ami Magyarországot illeti. Ellenzéki párti képviselőként nekem is számos kritikám van a magyar kormány tevékenységével kapcsolatban, különösen a korrupciót tekintve, de hogy Magyarországon ne lenne jogállamiság vagy szólásszabadság, ezt visszautasítom. Talán azért gondolják így, mert az információkat elég egyoldalúan szerzik. Főleg olyan szervezeteket vonnak be a vizsgálatba, akik ideológiai ellenfelei a hagyományos értékeknek és a nemzeti gondolatnak. Ezek az NGO-k soha nem fognak jót mondani jobboldali kormányokról. Végezetül pedig árulják el nekem, miképpen lehetséges az, hogy ugyan a jelentés számos tagállam tekintetében állapít meg súlyos jogállami problémákat, mégis egyedül Magyarországgal szemben alkalmaznak forrásblokkolást. Köszönöm.